Nagyon szép idő várta július 19-én a Tisza Derzsi 6. kárásznap vendégeit. Az egésznapos mulatság mellé 7 csapat készítette a délebédet, a gyerekeket többféle szórakoztató program várta, és a kirakodó vásár is bőséges választékot, vásárfiát kínált az érdeklődőknek. A Tiszató mellett lévő kis települések mindig megkeresik a pályázati lehetőséget arra, hogy összefogással egy-egy falunapi rendezvényhez forrásokat találjanak. Még az elmúlt évben nyújtotta be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz a pályázatot 7 település, illetve az azokat képviselő szervezetek. A hagyományos falunap programjait a Közép-Tiszavidék ízei folklór és kulináris fesztivál elnevezésű projektben foglalták össze. A nyertes pályázat így lehetővé tette, hogy Abátszalók, Fegyvernek, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős és Tomajmonostorra lakói, valamint az odaérkező vendégek egy főzőversennyel összekapcsolt, egésznapos szórakoztató rendezvényen vegyenek részt. A fesztivál első eseményére Tomajmonostorán került sor május 1-én. A Tiszaderzsi július 19-én megrendezett program szervezését a Tiszaderzsi Szabadidős Egyesület vállalta, koordinálta. A 10 órára meghirdetett megnyitó előtt már sokan érkeztek a rendezvényre, nem csak a 7 főzőcsapat tagjai és a kirakodóvásár eladói, hanem a derzsiek is szép számmal gyűltek össze. Bár még kora délelőtt volt, érdemes volt a fák és a napernyők árnyékába húzódni, hiszen a nap már ekkor is melegen sütött. Az ideiglenesen kialakított nézőtéren jó volt a hangulat, úgy tűnt a helybéliek ezúttal otthon hagyták a napi gondokat, a férfi emberek a gazdálkodás terheit, a háziasszonyok a mindennapi ismétlődő kérdést, hogy mit főzzek ma a családnak. A vakációzó gyerekek számára is ajándék volt ez a nap. Tiszaderzs polgármestere Fótosné Ceglédi Zsuzsanna az önkormányzat és a Tiszaderzsi Szabadidős Egyesület nevében nyitotta meg a rendezvényt. Ő tolmácsolta Fazekas Szabolcs, Tomajmonostora polgármestere, és miniszteri biztos nevében, hogy dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter üdvözletét küldi az esemény résztvevőinek. Polgármester asszony a 6. kárásznap alkalmából visszaemlékezett az első eseményre, ahol egy teherautó platója volt a színpad. Megemlítette, hogy a Tiszatavi Léder Egyesület pályázati forrásából jött létre az a fesztivál, amelyben 7 település vesz részt. Köszöntötte a 7 főzőcsapatot és elismerését fejezte ki, hogy a csoportok már korán reggel szép pákásztanyákat építettek fel. Egy kárásznapon nem lehet hiány halakban és halból készült ételekben, amihez még hozzájárult az is, hogy a szervezők 1000 adag sült hallal várták a nap vendégeit. Addig, amíg sültek és főttek a halak, és a meleg miatt a szakácsok is, a gyerekeket nagyon sokféle szórakozás várta, ugrálóvár, csúszda, arcfestés és mindenféle játék. A felnőttek a nézőtéren foglaltak helyet, és a színpadi produkciókat nézték. Legelőször a Tiszaderzsi Nyugdíjas Egyesület nótaköre mutatkozott be, majd a Tiszaderzsi Fene Gyerekek. Ez a tánccsoport gyerekekből áll, és megtudtuk, hogy a Füredi Kiscsillag Születik elnevezésű tehetségkutató vetélkedőben a 2. helyen végeztek. Eredeti cigány muzsikára táncoltak a csoport tagjai, és elsősorban a kislányok látványos mozgása aratott nagy sikert. A 3. fellépő csoport Túrkevéről érkezett, az Egres Kislajos néptánccsoport mutatkozott be a közönségnek. A fesztivál lehetőséget adott a szomszéd települések amatőr művészeti csoportjainak is a bemutatkozásra, illetve délután és este profi előadó művészek szórakoztatták a 6. kárásznap vendégeit.